hány hapsi, hány nő, igen, szép nő mozog ebben a szakmában, hányszor kerülsz test közelbe, sokkal többet vagy együtt emberekkel, akik nem a szerelmed, többet vagy együtt sokszor velük, mint a pároddal, érted? Tehát, hogy ezt képest én a Janklovicssal ülök egy öltözőben. Mennyi kísértés. Őszintén megmondom neked, a Janklovics az egy olyan jó pasi. Úgyhogy innen is üzenem. Én üzenem neki, hogy Petike, imádlak. Ez itt Kovács András Péter podcastja, a Kapod. Mai vendégem Tóth Vera énekes és barátnője, Kazal Viki stylist. Kettejük barátsága egy elegáns barátság. Vendégem Tóth Vera, és nagyon jó barátnője Kazal Viki, aki stylist. Így. Mi a magyar? Nem, stylist, jelmeztervező lehet még, de az már egy komplexebb feladatkör. Itthon stylist. Na jó, akkor ezt is megtudtam. Mert az a baj, hogy amikor mi bekerültünk a televíziózásba 2007-ben, akkor rögtön mindenki kiakadt a stylistra, aki Lakatos Márk volt kezdetben, uh-huh, a Shoulder Club stylistja, és aztán jöttek nyilván más stylistok, uh-huh, mert Márknak akadt fontosabb dolga, és akkor mindannyian lázadtunk az ellen, hogy nekünk szűk nadrágban és sálban kell fellépni. Miért mondja meg valaki, hogy mibe kell fellépni? Igen, és akkor rögtön vicc tárgya lett a stylist. Aha. És szerintem az, hogy most Magyarországon a stylisthoz kapcsolódik egy ilyen óhatatlanul ilyen, nem tudom, egy ilyen valami ragacsos sztereotíp, de negatív gondolat, az szerintem nagy részben a Shoulder Clubnak is köszönhető. Amiért ezúton is elnézést érünk. Nem az a baj, hogy akkor rögtön jön az, hogy a meleg stylist, és valamiért ez így benne van a magyar köztudatban, hogy az a férfi, aki stylist lesz, vagy fodrász lesz, vagy sminkes lesz, az biztos, hogy meleg. Én azt gondolom, hogy aki stylist lesz férfiként, az biztos, hogy meleg. Még nem találkoztam hetero férfi stylist. A fodrász van. Sok, igen. Sok, rengeteg, és talán sminkes is, de tényleg most így belegondolva, biztos van hetero stylist, de én nem találkoztam még vele. Én találkoztam, vagy legalábbis nem. Annak mondja legalábbis magát. Ő még nem. Még nem tudja. Képzeld el, hogy én nekem a körmösöm volt pasi, és teljesen hetero. És asztalosból lett műkörmös. Na, mondjuk az izgi. Azért, mert hogy a szép érzéke, ugye, az, hogy az megvolt. És akkor kijárt Svájcba prostituáltaknak csinálni ilyen kis mindenféle prostiknak is. Meg először kredenceket, egy asztalt, majd egyébként nem csak prostituáltaknak, hanem táncosnőknek, meg striptease bárban dolgozóknak, tehát, hogy egy nap volt a hónapban egy nap, amikor ment ki Svájcba, és azon az egy napon 12 óra alatt az összes csajt végigfutatta. Mármint úgy értve, hogy a körmét megcsinálta. És csörögtek a böröngyében a műkörmét. És rohadt sok a pénzt keresett ezzel. Frankban, és a mai napig Svájci is Frankban. Csoda szép körmeket csinált, tehát hogy elképesztő. Nem is kell. Na, ez csak egy kis zsákutca volt, mert igazából azért vagyunk itt, hogy kettőtök barátságáról beszélgessünk, és én azért vagyok rettenetesen megszeppenve. Miért? Mert szép a Viki, mi azért? Hát nem, de hát két bíbályos lányul itt velem szemben, de ami köztük van, az a barátság az érdekes, mert nem tudom, hogy mennyiben más egy lány barátság, mint egy fiú barátság, és ezt szeretném itt ma körbejárni, és úgy érzem, hogy tojáshéjon járok, tehát hogy nagyon óvatosan kell most tapogatóznom. Figyelj, ne tapogatózz óvatosan, csak nyugodtan kérdezz bármit, mert mi nem vagyunk ilyen szívbajos lányok, de mi pankok vagyunk mind a ketten, úgyhogy csak nyugodtan kérdezz. Nem látszik tehát tényleg. Már ezt az elején szögezzük le, hogy ne legyen feszkó semmiből. Jó. Tehát, hogy mi nem vagyunk ilyen kimért szalvétával, tudod. Mióta ismered Verát, Viki? Illetve szakmai-e? Szakmai a abszolút. A repülők. Repülők, basszus. Repülők koncertet csináltunk. A Geszti összehozott 17-ben egy nagy koncertet, amiben vendég meghívó, igen, két teltház lett végül bele. Sok vendéget hívott, és köztük a Verát is, fellépőnek. És ott találkoztunk először, ott együtt is dolgoztunk, és szerintem ott egyből elindult ez a barátság. De az első pillanatban. Igen. Azt fogalmazta meg a Vera akkor egyébként, hogy talán én voltam az első, aki nem akarta egy tunikába berakni és eltüntetni mindenét, hanem egy nőt akartam bőrt csinálni, és akkor már akkor le volt fogyva, de még mindig valahogy visszanyúlt minden stylist ahhoz, hogy a Verát azt rongyokba be kell burkolni, zsákokba, és én meg úgy gondoltam, hogy akkor tegyük ki egy kicsit a cicit, legyen egy derék, legyen egy szexi csaj belőle, és lett is. És lett. Igen, és élvezte. Teljesen, nagyon élvezte, mert az első ember volt, aki úgy öltöztetett fel,
hogy végre kihasználja, meglátja azokat az előnyös részeimet, amiket mások nem. És az a baj a stylistok nagy részével, hogy ami nem baj egyébként, de mégis baj, mert nem tudnak egyszerűen plus size-t öltöztetni. Nem tehát csak plus size-t nőt, tehát hogy olyan vérbeli nőket, hanem modelleket baromi könnyű fölöltöztetni, tudod, a kifutón az XS-es méretűekre, akire a minta kollekcióból ráagadsz egy darabot, és úgy áll rajta, hanem igazi nőket öltöztetni már nehezebb, vagy egy máshoz kell nyúlni. Igen, hát de egyébként tényleg azt is nagyon nehezen tudják, aki túlsúlyos. Igen, az tehát, is. Tehát, hogy azért, aki én sem vagyok, sose leszek egy konfekció méret, már most már benne vagyok a konfekció méretben, hála jó Istennek, de nagyon sokáig nem voltam benne, sok XXXXL volt, és azért azt állandóan, tehát hogy eleve a plus size-ruhák sokkal drágábbak, mint a sima ruhák. Meg nincs kínálat. Igen, tehát hogy ez nekem évekig egy ilyen kérdés volt, és úgy érzem, hogy egész jól megoldottam egyébként. Mikor meg már ugye bekerültem abba az SMLXL közé, az azért ez egy jó érzés volt, hogy én most már be tudok menni egy boltba, és be tudok akasztani egy ruhát, tehát ezek ilyen alapvető dolgok, de nem is gondolna bele az ember, hogy mekkora trauma, amikor az ember nem talál. Nekem például kifejezetten ilyen plus size boltokba kellett menni, ahol 40 ezer forint egy pulóver. És rettentesen néz ki. Tehát, hogy egyébként én találtam olyan helyet, ahol lehetett nagyon szépeket venni, de ha mondjuk kint jártam Amerikában ott véletlenül, akkor ott tudtam venni. Mert ott olyan evidens, hogy mindenki... Na én meg képzeld, hogy pont Amerikában nem tudtam, tehát nekem mindig a gyerekosztályon kell vásárolnom. De sportruházatot is, én mindig az ilyen 14-16 éves nagyon méretben... Nagyon menő nézel ki, hát, Einstein-es pólóban. Igen, de hogy ott meg én abba futok bele, hogy nem tudok egy felnőtt kabátot venni, mert nagy rám. És plusz, ehhez ugye Viki még, tehát egyrészt ismerned kell a divatot, másrészt ismerned kell magát az embert, vagy legalábbis sejtened kell, hiszen nem tudom, Verával gondolom, akkor a geszti előtt még nem dolgoztatok együtt. Nem, még nem is találkoztunk. Tehát így abból, amit láttál, körülbelül sejtetted, hogy milyen lehet ő, tehát igen. Ilyen intuitívan kell hozzáállnod mindenkihez. Igen, hogy a személyisége kirajzolódjon a fejedbe, mielőtt még találkoznál vele. Tehát ez nagyon fontos, hogy szerintem ebből a szempontból, hogy tök jó emberismerő vagyok, vagy annak tartom magam, hogy már képernyőről, vagy bárhonnan lejön, hogy körülbelül milyen személyiség lehet, és hogy mi az ott, ami pluszba még ki szeretnék hozni belőle. Mert ez mondjuk például a Veránál egyből az volt, hogy azt akarom, hogy szexi legyen, és hogy ő is szexinek érezze magát. És mondjuk ez a nőknél, hogyha nőkkel dolgozol, nem egy előny, hogyha nem akarod elvenni a szexiséget és a szépséget, mert magad mögé akarod őket gyűrni, hanem azt akarod, hogy ragyogjanak előtted. Uh-huh. Tehát mondjuk ez egy fő feladat ebben a helyzetben, és ezt szeretem. Én ezért is szeretem ezt a szakmát, hogy ezért is kezdtem el, mert én szeretem a szép embereket magam körül, szeretem a szép férfiakat, a szép nőket, a szép gyerekeket. Ezért vagyunk most és itt. Ezért mi most minden hárman itt. Most minden... Így hárman, pont mi hárman. Igen. És ha magam is mindenkiben meglátom, és azt szeretem kihozni maxra. Nem gondolom, hogy bárkiből ne lehetne kihozni. Na de kanyarodjunk vissza a ti barátságotokra. Jó, van, szóval, igen, de hogy elindult ez a közös munka, igen. A geszti show kapcsán. És egyre közelebb kerültünk. És akkor mindig az volt, hogy újra és újra találkoztatok az öltözőben, és te már dobogó szívvel vártad, hogy vajon Viki ma mivel fog téged meglepni. Uh-huh. Pont így. És minden, és amikor és egy stylist, az nem csak öltöztet, azt azért tudjad, ha nem meghallgatja a problémáidat, megbeszéli veled az aktuális szívfájdalmadat, ha mondjuk olyanok, tehát most mondok, hogy női problémáid vannak, fel vagy duzzadva, mit tudom én, hormonális, ugye ciklusodban. Egy intim helyzetbe vagy. Nem tudod, most csak mondom, nem foltozhatod be az adott ruhát, szólnod kell neki erről, meg arról, hogy te most éppen ettől nem érzed olyan jól magad, ezért lehet, nem ezt a fehér neműt akarod felvenni, mert ez szorít, szúr, nyomja a hátamat, nyűgös vagyok, tödödő. Tehát nem csak azt oldja meg, hogy ő szépen felöltöztet, hanem ott egy megértő támaszt tud nyújtani neked nőként, nőnek, és ez szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sokan elmennek emellett, nem, tehát rengeteg stylistat dolgoztam együtt, aki
ott állt, és nem tudott, lefagyott az olyan helyzetekben, amikor, és nem azt mondom, hogy most én hisztis vagyok, nem hiszem, hogy az vagyok, de hogy mit tudom, én látta rajtam, hogy nem vagyok az igazi aznap, és akkor nem tud, lefagy, nem tud mit csinálni. Viki az nem, az rögtön tudja, hogy mi hogyan nyújjon, mit hozzon neked egy csokit, mit tudom én, tehát valamit biztos, hogy megfog. Ami által aztán ő is megfogott engem, mert hogy láttam, hogy empatikus lény. Tehát tudja, hogy nem csak erről szól, hogy felöltözted, hanem, és az energiák ugye folyamatosan keringenek. Tehát, hogy ha én szexinek érzem magam, annak ő örül. Ha ő örül, én attól jókedvű vagyok. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen körforgás. És ha még érzi azt is, hogy éppen most megvan a havi bajom, és háromszor akkora fejem van, mint egyébként szokott lenni, és a cicijeim így vannak felduzzadva, akkor azt is orvosolja, mert tudom, hogy van neki még plusz három dolog a táskájában, amitől nekem kényelmesebb lesz. És ez a furcsa egyébként, most csinálok egy másik podcastet is a függőségről, ahol a női függőkről volt szó, és egy női szakértő volt a vendégünk, egy klinikai szakpszichológus nő, aki állandó műsorvezető, és egy dramaturg lány szintén. És én ültem ott egyedül fiúként, és csak pislogtam, hogy olyan szempontok kerültek elő, amire így, nem így gondolsz, férfiként nem gondolsz. Viszont otthon tudod kamatoztatni. Otthon abszolút egyébként. Tehát és amikor... elkezdett figyelni a nődet. Igen. Ez nagyon fontos. Igen. Igen. Tényleg fontos, és amikor azt érzed, hogy na, a lányok megint pusmognak, vagy megint van valami kis titkuk, meg megint olyankor te is tudhatnál róla, ha figyelnél, vagy érdeklődnél. De nem figyelsz, nem érdeklődsz, nem tudod, hogy, tehát úgy érzed, hogy azért például egy ilyen ciklus dolog, úgy érzed, hogy ehhez mondjuk neked nincs között férfiként, vagy nincs között orvosként, hogyha a nő hozzád fordul, pedig baromira van, mert annyi mindent meghatároz. Ez is. Vagy ilyen apró kis női traumák, amiket nem tudom én, elszenvednek a nők nap mint nap, és akár a férfiak az okozó, és amik miatt kényelmetlenül érezhetik magukat helyzetekben, és erről hogy beszélsz egy férfival, persze, mondjuk? Igen, hogy másképp dolgozunk fel traumákat, mint a férfiak, és én hiszem azt, hogy egy férfinak nem kell mindent tudnia, ami a nőnek minden bugyrában van, mert ezt erre nem vagytok képesek, mert férfiak vagytok. Igen. És ezt én abszolút megértem, nem tudom, te hogy vagy ezzel, de hogy én pontosan tudom azt, hogy meddig tudtok ti nekünk segíteni, és mikor kellünk mi már egymásnak. Ezért kell egy jó barátnő. Viszont ez a női barátság, ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz. Szerintem sokkal nehéz. De mi benne a nehéz? A nők azok, azok... Na most én nem akarom azt mondani, hogy nehezebbek, mint a férfiak. Nekem rengeteg fiúbarátom van, és a gyerekkoromban szinte csak fiúbarátaim voltak. Volt egy-két inkább barátnőm, de azon kívül egy fiútárságban nőttem föl. Nekünk a Verával ez egy felnőttkori barátság, ami már egy választott barátság. Tehát én a különbséget teszek abban a felnőttkor és a gyerekkor, hogy gyerekkorban összesodrodsz, akikkel összesodrodsz, és azokkal együtt nőttök föl, és egy borzasztó mély és komoly szeretet lesz, de külön utakon indultok el valahogy az életetek során, és ha visszatekintesz a gyerekkori barátaidra, mindegy, hogy ők mivé váltak, vagy milyen emberek, tulajdonképpen ugyanúgy szereted őket. A felnőttkori az már egy választott barátságot, már kell, hogy legyen egy tudatos döntés a háttérben. És a nők alapjáraton baromi nehezek együtt szerintem, és nagyon sok az irigység is az ego a nők között. És még úgy is, hogyha a barátság. És a bántalmazás is. És egy férfi, én azért szerettem... Ami főleg szóbeli, gondolom. Én a férfiak között azért szerettem lenni, vagy szeretek a mai napig, mert azok ott sokkal kevesebb egót fedezek föl, sokkal lazábbak, sokkal felszínesebben ugyan, de egyébként jól akarják magukat érezni együtt, és el akarnak lenni, és össze akarnak egy péntek este pacsizni, és kiröhögni magukat, és dumálni, és kifordulni az ajtón, és egy jó emlékként elrakni azt az estét. Még a nők nagyon mélyre mennek, és a mélyre lehet menni jól, és lehet menni baromi negatívan, és lehet menni, lehet áskálódni, lehet, amikor a harmadik barátnő idézőjelesen kilép az ajtón, már őt beszéljük ki, azért ülünk össze, hogy az aktuális pasiainkat beszéljük ki. Tehát nem mindig szórakoztató a női barátság. Akkor az, hogyha őszinte, semmilyen irigység nincs benne, feltétel nélkül, és tényleg segíteni tudjuk egymást olyan helyzetben, amikor a másik lelkileg rászorul egy másik nőre, és nem tudja egy férfivel vagy a társával megosztani. És igen,
Nehéz, ha iszom a szavaidat. És ebből kevés van, gondolom. És ebből kevés van. És visszatérve, bocsánat, ezért nehéz ez a szakma is egyébként, hogy nekem nőként, mondjuk férfiakkal is dolgozom nyilván, de hogy előtérbe tudjam azt helyezni, hogy ezek a nők, ezek előttem vannak. Ők vannak a képernyőn, ők vannak a kamerába, ők akik ragyognak. Én ezt felkészítem, tehát hogy semmilyen irítség, vagy semmilyen frusztráció nem szabad, hogy legyen bennem, hiszen onnantól kezdve rombolok mindent. Igen. És aki csak hallgatja ezt a podcastet, annak mondjuk el, hogy azért egy nagyon, nagyon dekoratív, már modellalkatú és kinézeti lányról van szó. Egy gazella, igen. Nő, akit ismerek a világon. Az összes többit nem ismerem, mert az a világsztár. Nem fog szép nőkkel barátkozni. Az a világsztárok és modellek. Igen. És azért, hogy tegyük hozzá az előző gondolatokhoz azt, hogy akkor tudod ezt megvalósítani, hogyha rendben vagy. Tehát, hogy te ez fontos. Dolgozol saját magadon. Olyan nem lesz soha, hogy ne legyünk féltékenyek valakire, vagy ne érezzünk valamilyen ellenállást valaki iránt, és néha nem tudjuk megmagyarázni, lehet, hogy az az illető baromira kedves velünk, és már mi esünk zavarba, hogy mégis érzünk valami retteneteset vele kapcsolatban, mert jobban néz ki, mint mi, mert sikeresebb, mint mi, és akkor mindig ezt a dolgot, ezt valahogy, amikor este hazamegyek, és érzem, hogy ilyenek voltak bennem aznap, akkor mindig azon gondolkodom, hogy én mit nem értem el az életemben még, ami miatt ezt érzem. Tehát, hogy saját magamban keresem a hibát, mert nem igaz, hogy itt van egy kedves ember, és nem érzek iránt a pozitív érzéseket. Azért, mert valamit felébresztett bennem, valami hiányosságomat, ami frusztrál, és ez a társadalmunkra is nagyon-nagyon-nagyon igaz. És ez a Woman Supported Woman című kifejezés az, hogy a nők azok egymást hogy bántják az interneten, az egy esettanulmány. Így van. Legyen annyira, mint a férfiak. Gyűlölet. Csak a nők tulajdonképpen. Tudtam, hogy a ribanc, ha ahhoz megy hozzá feleségül, és beszülik a gyereket. Mint bármit csinálsz, elválsznak, lesz valami. Bármit csinálsz, figyelj, olyan mocsok jön ki a nők szájából, hogy legszélesebben sokszor, tehát nem is az, hogy legszélesebben, van, hogy beírok alá. Aha. Hogy valakit bántanak, és akkor beírok alá, hogy nesze, hanem igazából mit, tehát hogy gondolod azt, hogy egy nő társadat ilyen szinten bírálod? Na, Verával egyébként még az elején volt egy nagyon szép jelenet, amire nem tudom, hogy emlékszel-e, ami ott magammal rakott egyébként helyre sok mindent, tehát ahhoz, hogy te egy sajtótájékoztatón úgy tud jelen lenni a barátnőddel, hogy miközben őt fotózzák, és kérdezik, ő kiadja a táskáját oldalra, hogy fog már meg, és én megfogom, aki a háttérben van, és hogy ezt olyan szinten ne frusztráljon, vagy és ne... Hogy te vagy a táskafogó ember. Hogy én vagyok a táskafogó ember, és én ezen konkrétan felnevettem, és ez az kell, hogy te totálisan rendben legyél magaddal, és hogy ne akarja az ő helyébe lenni. Én egy percig nem akartam a Vera helyébe lenni, én tök jól el vagyok, amiben vagyok. És a másik barátnőnk elviharzott. Most mindegy, igen. Ez mindegy. Tehát, hogy a különbséget. Aha. Tehát, hogy most nem mondjuk meg, hogy kicsit, nem ismeri senki egyébként, és én ezt nem akartam behozni. Igen, ott nem ketten voltunk, csak nem Árman. Szóval volt, aki ezt sértőnek vette, és én meg az egész helyzetet. Csak a komikumát éreztem a helyzetnek, hogy dob még ide a kabátod, és csak lássa ki alóla, tudod. Szóval, hogy egyáltalán. Tehát, hogyha én a Livalda filmben szeretnék lenni, akkor én ott lennék. Aha. És nem azért mondom, mert nagy az arcom, ha sportoló szeretnék, és sportolnék. Tehát mindenki szerintem az, ami akar lenni. Ha pedig nem az, akkor nincs a helyén. És akkor az összes frusztrációja onnan jön. És ez fordítva is megcsinálhatta volna. Tehát, hogyha őt fotózzák, és van olyan, nekem is van ismert barátnőm, aki volt, hogy azt mondja, hogy őt akarják lefotózni. Persze, és akkor megfogom a cuccát, és hadd fotózzák. Persze. Vagy én fotózom sokszor, oda jönnek, mikor együtt vagyunk, hogy csinálnátok, és add ide a telefont, persze, és csak egy szelfit először, nem? Először csak egy szelfit, majd telefotózom őket. Szóval, hogy nem tudsz ismert ember barátja lenni másképp, és nem tudsz ismert emberekkel dolgozni sem. Tehát valószínűleg nekem ez könnyebbség, mert nekem a szakmám is az van, napi szinten. Én csak őket öltöztetem, tehát, hogy nem hatódom meg igazán. Tehát nem látok különbséget ember és ember között semmilyen szinten. Hát igen, plusz azért látod ennek az ívét, tehát hogy lesz valaki, hogy válik valaki ismerté, és aztán hogy meg tűnik el a sűjesztőben adott esetben. Igen, meg hogy milyen iszonyú nehézségei vannak egy ismertségnek itthon, vagy bárhol a világon, de itthon. Igen. Tehát, hogy én ezt nem kívánnám magamnak.
vannak. Úgyhogy ez én, és ha te a helyeden vagy, akkor nem frusztrálódsz egy ilyen helyzetben, amikor fogasként rádobják. Nekem volt barátnőm, aki elvitte a pasi jelöltemet. Azért, mert féltékeny volt. És az volt, tehát be is látta egyébként a végén, mondom, hogy miért csináltad ezt, és azt, hogy hát, hogy érezt, hogy nem mindig te vagy a középpontban. Igen, szóval ez nők között. És tudta, de ezt hogy... el lehet mondani egy beszélgetés során, igen. És ez nem kell tönkretenni egy ember életet. Szóval nagyon durva volt, és iszonyú trauma, mert gyerekkori barát volt. Ó, tehát, volt. Hogy ilyen volt. Igen. És a mai napig nem... Szóval azért örülök, hogy most erről beszélünk, mert valahogy mindig arra van kiévezve, hogy a nők mennyire erősek együtt, és hogy a férfiak milyen szemetek tudnak lenni, nem, és ahogy kihasználják és megalázzák a nőket. Én pont fordítva tapasztalom, a nők baromi szemetek egymással, és a férfiak egyébként sokkal szuportívebbek tudnak lenni. Igen. A testalkatodat illetően, te, ahogy most bejöttem is, megdicsérted, hogy csinos vagyok. Nem nézik a férfiak egyébként soha, hogy ki az, aki túlsúlyos, ki az, aki vékony. Tudod, mit néznek? Mi a személyiség? Mi árad belőle? Egy férfi nem nézi a hajat, a sminket, azt nézi, hogy ragyogsz, azt nézi, hogy mi vagy, hogy szólsz hozzá. A nők vizslatják tetőtől talpig, ez mikori. Fú, de kínos, és az, nehéz a nőkkel. És ti hogy tartjátok a kapcsolatot? Tehát a ti barátságotok az ilyen mindennapi, vagy ilyen esernyő barátság, hogy amikor kell, akkor ki tudjátok nyitni? Olyan is, meg mindennapi is, tehát, hogy... El tudunk tűnni egy-két hétre, de ugyanúgy előjön, de azért hosszú időre nem tűnik. Nem. Előkolbászol a telefonnal, tudti. És akkor egy-négy órát ráterhel a másikra. Olyan, igen. Nem zavar? Nem. Hogy is mondja, csak nem, úgy sem akartam aludni ma éjjel. Van egy 20 percem, 4 óra múlva. Miért Viki, ne arra, hogy nem a legkérdőt. Már leértem Pécsre, lefendul. De volt olyan, amikor Pesten hívtam fel, és Pécs voltam, mert Palkonya. De ezért jó ez a palkonyai lejárás, az sűrűn ütjük el azon, hogy végigbeszéljük. Mi van igen. Palkonyán? Nem, semmi. Ja, jó, értem. Semmi. Sajnos. Jó. Hát úgy értve, hogy nincs nagyon vendég, csak ezt akartam mondani, hogy ez jó lenne, ha jönne már. Jön a szezon? Igen. Hát de van vendéglátóipari egység? Ja, igen, a páromnak van. Tudtam. Na, igen. Tessék. Ja, ja. Egy lakáséttermünk van, egy kis cukik szállás, vintage kis szállás helyjel, egy gasztroműhelyjel, és pékséggel és kisbolttal. Tényleg? Igen. Tényleg? Ó, hát azért ez nagyon nagy vállalás. Nagyon nagy vállalás, és nagyon szeretjük csinálni. Én véremben van a vendéglátás, anyám vendéglátós volt, úgyhogy nekem az, hogy ezt vendégekkel kell foglalkozni, ezt nagyon szeretem. Hány ember lehetsz egyszerre? Mert most említetted ezt a vendéglátó vonalat, amellett, hogy azért van egy énekesi karriered, uh-huh. hogy nem érzed azt, hogy vagy ez, vagy az? Mert én így férfiként azt érzem, hogy így nagyjából egy hivatásom lehet, és nem tudom, hogy... Az nem az én hivatásom, hanem a páromé, és őt én támogatom. Tehát, hogy ezt én elsősorban énekesnő vagyok, és az is maradok. Tehát nekem a színpad az éltető elemem, az, amitől én a levegőm, az életem, az utolsó mencsváram, tehát, hogy nekem az lesz mindig. És a vendéglátás nekem egy olyan valami nagyon más, ami nagyon jót tesz ennek. És neki, a páromnak viszont én nagyon jót teszek. Ja. Érted? Értem. Tehát, hogy az én szakmám nagyon jót tesz neki. Ő is nagyon cuki, mert húzogatja a rózsaszín bőröndömet a fellépésre, és viszi a válfámon a szép fellépő ruhámat, de ugyanakkor én is kitöltöm a kávét a kedves vendégnek minden további nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy és mind a ketten élvezzük. Tehát, és büszkék vagyunk egymásra, és szerintem ez marha fontos egy párkapcsolatban. Igen. Hogy értékeld a másik igyekezetét, legyen az bármi, tehát lehet az, nekem volt olyan párom, aki nem keresett például annyi pénzt, mint én, vagy mit tudom én, tehát nem volt híres, meg ilyen teljesen civil foglalkozása volt, és akkor is annyira értékeltem azt, hogy abban viszont, amit csinál, azt élvezi, és nagyon-nagyon igyekezik. És ő pedig élvezte azt, hogy én ezt élvezem. Uh-huh. Tehát, hogy ez az egész egy ilyen körforgás, hogy végig is tök mindegy, hogy kik vagytok, de az a kölcsönös büszkeség és a tiszteletetek, igen, a kommunikációtok, az legyen meg a kapcsolatban. Tehát, hogy miben mész haza? Tök mindegy, hogy mi történik, lehet beleszerettél tegnap egy kollégádba, tart egy ez a láng, nem tudom meddig, de hazamész, és mindig az a nyugalom fogad, az a tartós, biztos, biztonságos közeg, ha ez fogad, akkor jó helyen vagy, jó helyen vagy, jó emberrel vagy,
és ez kell mindig, a szeretet az, ami fontos még, emellett, hogy az sosem múljon el, és ezek mindig, és egyre, hogy telik az idő, egyre súlyosabbá válnak ezek a dolgok. És az ember már úgy mérlegel egy ilyen helyzetben, amiben mi ebben a kísértés tengerben élünk, hogy tök mindegy, hogy ezek minden felfújt lufik, amiket így kibuzélgetünk, és akkor egyszer csak felrobban, és otthon meg mindig egy ilyen állandó, biztonságos érzés vár, és ez annyira jó. És szerintem ezt mind a ketten így gondoljuk. Ez a háttérország. Ez a háttérországunk, és ez a háttérországunk, hogy megvan mindkettőnknek, ez egy stabil kapcsolatot teremt köztünk is, mert hogyha valamelyik barátnődnek nincs meg, de neked megvan, és életben, szingli életben él egy barátnőd, de te már gyerekkel, férjel, nyugodtan otthon ő, nem biztos, hogy olyan jó tud hosszú távon lenni a kapcsolatotok emiatt is, és ebben is a nők nagyon szenyók, amiben a férfiak sokkal lazábbak ebben is, tehát a szingli barátjukat fölkapják, elviszik, közé sörözni, mit tudom én, de a nők azok taszítják, akinek nem a bocsos kismama a tarisznyájával, a nem tudom, három gyerekével, nem vagy te olyan, hanem te egy ilyen buli királynő vagy. És még péntek, tehát hogy előtte egy non-stop bulizó életet hoztál, de utána hirtelen megjött a férfi az életedbe, hirtelen lett egy gyerek, és onnantól kezdve apáca nő, te engem, hova? Hát max a játszótérre a papi, mert tudod, szóval, és aki meg elmegy, azt meg megveti, tehát hogy az a kemény, nem? Igen. Tehát, hogy mondjuk én nagyon fiatalon szültem, tehát én 23 évesen anya voltam már, és ezért nekem ez is máshogy működött, vagy máshogy... Még a gyerekeink születtek nagyon fiatalon. Tehát ők voltak nagyon fiatalok, mikor születtek. Igen, én még arra is emlékszem, hány kiló voltam, amikor megszülettem. Igen. Ja, szóval 23 évesen. 23, igen. És akkor ott az erősen szelektált, hogy kimarad mellette 23 évesen. De akkor még nagyon aktívan a gyerekkori barátaimmal jártam össze, és olyan fotók is, videók vannak, hogy konkrétan délután 2 szoptatok, és mellettem elmebajban, szétesve, hullarészegen, lógnak jobbról, balról a fiúk, lányok. Nyilván a 23 éves koruknak megfelelően eltöltöttek egy szombatestet, meg egy ilyen merett arccal ülök középen a mellemen egy gyerekkel. Hát legalább érte a gyereket, Junger. Igen, de hogy emiatt soha nem éreztem azt, hogy kimaradok valamiből, soha nem éreztem azt, hogy milyen hátrányom van abból, hogy ilyen fiatalon lettem anya, csak előny származott abból, tehát meg az igaz barátok egyébként megmaradnak melletted így is. Tehát ezek is felszínes viszonyok, amikor arról beszélünk, hogyha te épp nem vagy szingliként legjobb barátnők vagytok, de hogyha az egyiknek lesz egy komoly párkapcsolata, akkor a másik kicsekkol. Ezek nem igaz barátságok. Hát nekem volt olyan barátnőm, aki erről cikket is írt. Tehát, hogy akkor a Paulival összejöttem, és olyan újságnál dolgozott, és erről meg írt egy cikket is, hogy a lányok, akik elfelejtik a barátnőjüket, miután bepasiztak, és ez egy olyan dolog volt, hogy ez az ő fejében történt. Tehát, hogy nagyon sokszor mi ilyen mozikat nézünk, mi nők. Tehát, hogy sokszor van ez, ő nézett egy mozit, és közben nem vette észre azt, hogy ez teljes ellentétben, tehát mindig hívjuk, mindig kérjük, hogy jöjjön, mindig bevonjuk, tehát hogy nem is történt az, hogy ki lett volna lökve azért, mert ő egy szingli, hanem egyszerűen ő úgy érezte, hogy ez így a normális, hogy ilyenkor innentől kezdve ennek így kell történnie, és akkor ő valahogyan elkezdett valami ellenálló viselkedésbe, és egy idő után ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert ha nem akar felszállni a te kis vonatkádra, vagy a közös buszotokat nem tudjátok együtt vezetni, vagy nem tudom már, olyan hasonlattal éljek, most jó hülye volt, na mindegy, de hogy ha nem érzed azt... A barinőröpzire nem tud felszállni. Igen, nem, a barinőrollerre nem tud felszállni, akkor nem tudok. És egyébként ez nem azt jelenti, hogyha nem tud felszállni, én nem kapom el a kezét, és kezdem el magam után húzibálni, de amikor valaki nem akar segíteni ebben, azt el kell engedni. És igen, és tényleg vannak ilyen lemorzsolódások, tehát hogy nagyon sokszor iszonyú csalódásokat éltem át emiatt, hogy azt hittem valakiről, hogy ő az, és volt olyan a Vikivel kapcsolatban is, hogy azt gondoltam, hogy nem vagyunk megfelelőek egymásnak, de aztán valahogy úgy, amikor elkezd hiányozni neked az ember, meg úgy érzed, hogy na, ez az a kapcsolat, amit nem szabad hagyni, veszni-hagyni. Ilyen mosolyszünet volt már köztetek? Mert erre utaltál egy fél szóval. Egyszer volt, nem is olyan rég.
Miért is? Nem emlékszem. Tudom. Esküszöm, nem tudom. Ja, de tudom. Mindegy. Azt igen. is hagyjuk. Jó. Ja, összem, kicsit bekavarták a szart köztünk. Igen, egyszer volt, sikerült. Nem olyan régen. És egyébként az érdekes volt, mert szerintem az egy olyan volt, hogy lehet, hogy benned is, és bennem is felmerült, hogy ezt most lehet, hogy el kell engedni, vagy nem tudom, hogy ez volt-e az, amit az előbb említettél, hogy felmerül, hogy el kell engedni. Igen. De aztán... Most gondolkozom, hogy mit tesz ilyenkor félre az ember. Fú, hát az egót, az teljesen azt félreteszi. Totálisan, és neki azért nehéz ezt félretenni. Mert neked könnyű. Szóval, hogy most mondja ezt. Soha többet találkozunk egymással. Nem, hát egó van mind a kettőnkben bőven. Hát igen, van egy kis ilyen prima donna flash, tudod. Nem, inkább az, hogy kinek van igaza, és azt, hogyha elkezded máshonnan figyelni, és nem a te akaratodat, vagy a te igazadat érvényesítve átnyomni a másikon, és azt, hogy figyeld, ismerd már, hogy igaza van, és amíg nem ismered, addig nem beszélünk. Igen. Ha ezt nem csinálod, akkor utána elkezded felülről nézni az esetet, és rájössz, hogy te hülye vagy, most mit? Uh-huh. Itt vagyunk, szeretjük egymást. Mi a... Meg igen, francnak. Tehát a Viki tud, Vikinek van egy olyan tulajdonsága, ami nagyon erős nála, hogy nagyon flegma tud lenni, ami szexi egyébként, igen. De vannak bizonyos helyzetek, amiben nem szexi. És nálam az más kérdés, hogy nálad vagy valaki másnál az-e, de van ez a tulajdonsága, és ami néha nagyon bántó tud lenni, amikor ilyen helyzet van. A flegmának hívod igen. azt egyébként, amikor elsokalok, és utána lesz egy ilyen attitűdöm, hogy nagyon hagyjuk már ezt, és akkor igen, egy degradáló flegma stílus tud lenni. Nem is azt, hanem egy ilyen közönyös, tudod, és én egyetlen egy dolog, ami nálam bekapcsol mindig traumákat, az a közöny. És ez gyerekkorból jön, sokszor a testalkatom miatt volt, és nem azt mondom, hogy most ezt bekapcsolod, de hogy is Isten ments, tehát nem erről van szó, hanem ha néha tapasztalok ilyet, vagy úgy érzem, hogy ez az, akkor én leblokkolok, és akkor, uh-huh. és akkor gyengének tönk, és a nagy egoista díva, a díva énem, akkor ott vége, ott harcban elesik, és akkor mi lesz, akkor ki fog nyerni. És akkor utána jön ez a rész, amit a Viki is mondta, hogy amikor így ülök egyedül, és törött szárnyakkal üldögélünk otthon, és még van köztünk egy csík, mondjuk egy filmjelenetben van, vagy külön helyiségben vagyunk, akkor így elkezdesz gondolkodni, hogy ilyen egy hülyét. Igen. De egy magamra, meg, tudod, hogy én mi a bajod neked? Ha úgy fekszel le este, hogy szorongsz emiatt, és agyalsz azon, hogy a másik, ami van, és miért kellett ezt, akkor ezt jobb kisimítani. Ha úgy fekszel le, hogy kurva nagyot alszol, és se szarod, hogy történt valami, azt el lehet engedni. De ha fáj a lelkednek, akkor fontos az ember, és akkor meg hülyeségeken miért? Én a családommal is így vagyok, igen. Tehát nem tudok úgy lefeküdni, hogy veszekedtem valakivel, tehát akkor egész ilyen nem tudok aludni. Nekem a béke, a nyugalom, nekem a szeretet, a tisztelet, a kommunikáció az az első, aminek meg kell lennie. Tehát, hogy és senkivel, tehát, hogy egyszerűen még az üzleti életben sem tudok úgy menni, hogy szerintem iszonyatosan megbetegeti ez az embereket. Abszolút. És nagyon durván azt veszem észre a környezetembe is, hogy ezzel nem foglalkoznak, hanem egyszerűen csak halmozzák, eltemetik, és sorra halmozzák az ilyen kapcsolataikat, viszonyokat, a konfliktusaikat, amivel simán azt hiszik, hogy eléldegélnek, és tönkreteszi őket. Tehát aki érzékeny rá, én is baromi érzékeny vagyok erre. Én nem tudok addig nyugodtan végigaludni egy éjszakát, amíg nem simítottam ki mindent. Akár családtaggal, akár a munkában, akár a barátommal. Tehát szétszed. Borzasztó. Borzasztó, igen. Borzasztó, és amikor valami nagyobbat bekavarok, tehát nem tudom, most például sikerült rettenetes módon összesűríteni az életemet, és 39 fellépést beszervezni 28 napra. Jézus nem én csináltam. Isten. Nem én csináltam. Az igen. Nem én csináltam, én csak nem szóltam időben, hogy álljanak le szervezéssel. És ott tudod, ott az van, hogy kész, otthon berágnak daráló. Rád. Berágnak persze, rád otthon, nem tudsz ott lenni. És ez nem olyan, hogy jó, akkor holnaptól vége, hanem tudod, hogy van egy hét ebből, igen. És végig kell csinálni, és estére úgy lefeküdni, hogy de hát ott van köztünk az 50 centi, igen. Ami az ágyban, ami nem szokott ott lenni, és ez olyan szenvedős. Én se bírok igen. Úgy, tehát hogyha nem tudok a gyerekeim homlokára önfeledten egy puszit adni, akár nekik megbocsátani, akár tőlük bocsánatot kérni, igen. Hogy valamit elrontottam. Na ez is a megbocsájtás és a bocsánatkérés, ez tök jó, hogy ezt így kimondtad egymás után, mert mind a kettőt tudni kell csinálni, persze. És mind a kettő baromi nehéz tud lenni, de ha gyakorolja az ember egyébként, akkor...
Hát meg főleg, hogy rájössz, hogy izé, hogy most én kérjek bocsánatot, mert, igen, de hogy rájössz arra, hogy pont azzal hagyod magad mögött az egészet. Tehát, azzal tudtad le. Igen, és mindegy, hogy kinek volt igaza end of the day. Bocsánatokért és kiradíroztad, rendbe raktad. Azzal teszed múltá az egészet. Igen. És ez olyan felszabadító tud nagyon, lenni. Nagyon, nagyon. Meg, belebetegszenek ebbe emberek, tényleg, de rákosak. Rákosak, lesznek. Meg minden agyvérzést kapnak, meg szívrohamot. Nem, nem, én nekem volt, én nem fogok bocsánatot kérni, és saját anyával nem beszél. A Cserháti Zsuzsa volt ilyen. Gyerekével, hát borzasztó. Aki nem tudott elengedni, tehát, hogy egyszerűen mesélte egyszer, a szegény Isten nyugosztalja Balázs Fecó, 10 éve meghívtam egy koncertre, Cserháti Zsuzsa emlékestet vezényeltem az arénában, és a Fecó volt az egyik vendég, ő úgy énekelt egy duettet, hogy közben megszólalt a Zsuzsa hangja. Tehát, hogy úgy ő énekelte élőben, és a Zsuzsát pedig bejátszották. És akkor kérdeztem tőle, azt mondja, persze, hogy szegényként meghalt, mert hogy ő is sokat foglalkozott ilyen dolgokkal egyébként a Fecó, ezekkel a témákkal, hogy elengedés, meg mit tudom én. Hát azt mondja, 20 éve történt velünk egy, mit tudom én, mielőtt meghalt, 20 éve történt velünk egy valami konfliktus, és 20 év múlva felhívtam, hogy ezt a duettet énekeljük el, és elküldött a francba, hogy emlékszel, mikor azt a nem tudom, mit csináltam, és azért 20 éve... Azóta hurcolta, és azt mondta, hogy nem csodálja, hogy egyébként ez az érelpattanás volt a gyomrában, mert ez milyen szimbolikus, hogy mindig a gyomorba gyűlnek föl ezek a feszültségek, a mérgek, és ott pattant el az ér a pocakjában. Tehát, hogy egyszerűen nem annyira nem teheted meg azt magaddal, megteheted, oké, csak nem érdemes megtenned magaddal azt, hogy ezeket egóból, idegből, izomból kezeled. Mert csak magaddal cseszel ki, és kaptál egy testet, egy életet, egy egészséget, és az, amit meg kellene tartanod, és ez baromi rövid, tehát igen, maga az élet. Igen, igen. Tehát, és akkor tényleg ezekre az ilyen mérgező pillanatokra menne el az idő, akkor most mi értelme van az egésznek? Tehát, hogy vannak olyan emberek, akiknek létezik a dráma, tehát van ilyen, de én például nem vagyok ilyen, és én hát azt az alkotásba se segít. Igen. Így van, így van. A fájdalom az segít benne néha, a csalódás, a fájdalom, a szerelemi bánata, nem tudom mi, de... Igen, de nem a harag meg a dolog. De ezek már... A harag semmiben nem segít. Én azt vettem észre egyébként, hogy ha konfliktusom van, akkor az mindig két emberrel van. Az egyik az, akivel kifele van konfliktusom, a másik pedig saját így magam. Van. Igen. Itt belül. Uh-huh. És kétfele vívom a konfliktus, és miközben vala van konfliktus, közben magam is, hogy de biztos, hogy kell ez, de biztos, hogy jól gondolod, de biztos, hogy izé, hogy nem te rontottad el, és mind a kettőben okosnak de ez kell jó, lenni. Mert ez egy önvizsgálat. Igen. Tehát az első percben elkezded magad is vizsgálni, mert nagyon sokan ezt nem csinálják, hanem csak is kivetítik, és a másik a hibás. Egy pillanatban nem fordul meg, hogy egyébként ebbe hol vagyok én. Nem tud úgy konfliktus lenni, hogy csak a másik legyen hibás. Nem létezik az a felállás. Ha más nem, akkor az a te hibád, hogy komolyan vetted ezt az egészet, vagy hogy szóba álltál vele. Tehát le lehet menni egészen az aljára, tudod, hogy akkor lehet, az volt az én hibám, hogy egyáltalán ezt figyelembe veszem. Így de van. Hát pont ezért tudtatok ti is felülkerekedni. Persze, és ez nem is baj, is. Hogy egyébként megtörtént, mert az ember rájön arra, milyen fontos a másik. Igen, tehát, egyébként a jó mérce. Jó mérce, úgyhogy szerintem túl ezek... Túl vagyunk ezen is. Hát, ha nem lesz törvény. Ha ezt is, akkor is szerintem már, csak megerősíti meg megtanulja kezelni a másikat, megtanulod kezelni a másikat, hogy működik, hogy egy konfliktus helyzetben milyen a másik tehát, hogy igen. Nem biztos, hogy ez rólad szól egyébként, amikor te kiváltasz belőle valamit, de ez nem biztos, hogy amikor te belőled kivált a barátnőd, vagy a bárkid, akivel konfliktusban vagy valamit, az róla szól. Nem, az nem róla szól, az rólad szól. Hogy miért vagy ettől frusztrált. Ezt kell megkeresni, és tényleg, mondom, én hetekig nem aludtam normálisan, tehát, hogy tényleg az volt, hogy nehogy már, csak akkor pont egy olyan időszakban voltam, hogy rengeteg munkája volt neki is, nekem is, és úgy éreztem, hogy a megfelelő pillanatban kell őt felhívni. Én meg nehezményeztem azt, hogy nem hív fel egyből. Tényleg. Tehát nem, ez egy nagy, ez meg egy, viszont megértette, hogy miért nem hívom fel egyből. Igen, csak tehát... én meg annyira pont emiatt, amit beszéltünk, hogy nem tudok így aludni se, annyira túl akarok egyből esni egy ilyenen. Tehát inkább lángoljon a ház körülöttünk, üvöltsünk, bármi legyen, csak mossuk tisztára. Nem, hogy pont neki meg pont akkor egy nyugalom kellett, és egy ilyen visszavonulás, hogy ő összeszedje magát annyira, hogy erről majd aktuálisan tudjunk beszélni. És ez a kettő egy kicsit ez a ilyen nagyon intenzíven, gyere már, mondd, kihív, ő meg a hagyjál mostból. Nagy a hévagágyiba.
Azért nem mindig egyébként. Tehát, hogy azért diktálja néha van. Az ütemet. Van, amikor meg én diktálom. Hát. Igen. De tökre örülök ennek, amiket itt elmondtok, és ez mind-mind azt bizonyítja, hogy tényleg nagyon-nagyon jól egymásra találtatok, igen. És hogy igenis szükségetek. És lazaság van. Tehát az a jó, hogy igen. Lazaság van. Úgyhogy figyelj, ezt nem lehet soha tudni, hogy ki talál egymásra az életében, tudod? Tehát, hogy azért egy ilyen csaj, mint a Viki, tök máshonnan jön ő is, meg én is tök máshonnan jövök, és mégis ott van az a kettőnk között ez a lazaság, tudod? Tehát, lazaság. Na, mert ez lett volna még a kérdésem, hogyha igen. Egy szóval kellene leírnotok a barátságotokat, vagy mi lenne az az egy szó, amivel leírnátok, vagy ami eszetekbe jutna a barátságotokról. Mert én azt látom, hogy két nagyon játékos, nagyon kreatív, nagyon határozott nőnek a tiszta, őszinte alapokra helyezett kapcsolatáról van szó. Pontosan. De ez nem egy szó. Ez egy szóban nehéz. És... A lazasság jó szó, de az se fedi le. Nem tudom, hogy egy szóban lehet-e. Nem tudom. Kicsit nekem mindig az ilyen úriasság, arisztokratizmus, ez jut eszembe a kettőnk viszonyáról olyan... Két úriasszony barátság. Két úrinő, laza úrinő. De közben... De nem az új gazdag úrinő, hanem akinek már a felmenői is gazdagok voltak. Hát ez Dáma. Vagyok én, ez vagyok én. Kettőnk közül. Én meg akarom elhinni, hogy a proli telepről jöttem. De amivel nincs gond, mert én bemegyek egy panelházba, és én imádom. Ó, de hát hogy jön ez az úrizás? Most hogy nem tudom, tehát ez? Nekem olyan, az, mint hogy két a véletben van. Kicsit hogy... nekem mindig két úrinő jut eszembe, hogy ahogyan mi ezt kezeljük. Az viszont az olyan... elegáns, az igaz. Elegáns, megvan! Ezt akartam mondani, hogy elegáns a mi kapcsolatunk. Elegáns. Vikinek adtam egy házi feladatot, így a beszélgetés végéhez közeledve, hogy mondjon rólad három állítást, amiből kettő igaz, és egy hamis. És én majd megpróbálom kitalálni. Illetve azok, akik egy kis rövidített, összevágott verziót látnak YouTube-on, Facebookon, ők megpróbálják kitalálni, melyik az igaz, melyik a hamis állítás. Kíváncsi leszek, hogy kitalálod-e. Na jó. És te tudod, hogy mi lesz az állítás? Mondjam? Mondhatod. Mondjam, mutassam. Mondhatod. No, az első az, hogy Vera Lenikevicsel bandázott együtt. Igen. Tudnunk kell, hogy ki az a Lenikevics. Igen, meg hogy ki az a Vera. Tudom. Baby, it ain't over till it's over. Azaz. Igen, és ezért Vera az énekes nevén. Igen, a második az, hogy gyermekkorában Tapolcán volt. Bocsánat, elnézést, és Vanessa Paradis volt az első felesége, aki aztán Johnny Deppnek volt a felesége, utána vagy még előtte, nem is tudom. Vanessa Paradis volt a felesége. No, igen, ők valami kevertek. Azt nem tudom. De hogy Johnny Deppnek az biztos volt, igen. És már elváltam. Igen. Gyerekek, miket ugye, nem jutnak eszünkbe ezekben. És plusz még veled is bandázott, ugye? Igen, plusz a Vera vagy nem. Szóval nyáron, nyaranta, Vera a tinédzser korában Tapolcán volt medenceőr, bármennyire is viccesen. Igen, a strandon, a tapolcai strandon. A strandot vagy gyógyfürdő? A strand. Ez a sima strand. Igen, a harmadik állításom pedig az, hogy 5 perc alatt született meg. Fogantatástól számít. Kilövelést. Én egy ilyen... Papa, gyere gyorsan. Csoda gyerek vagyok. Villám Vera. Villám, igen. Tehát a Lenny Kravitz, Tapolca és 5 perces igen. Születés. Hogy melyik a hamis? Nagyon-nagyon jókat hoztál. Jókat? Nagyon jókat hoztál. Tényleg elgondolkodtató. Várjuk mindenkitől a helyes tippet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát mi köszönjük, hogy itt köszönjük lehetünk. Köszönjük a meghívást. Köszönöm Vikikém, hogy eljöttél, mert tudom, hogy ő azért izgult ettől. Ez volt a Kapott. Ha tetszett, iratkozz fel. A vendégeim állításaival kapcsolatos tippjeidet kommentben várom, a teljes adást pedig beleértve a megoldást is a dumatv.hu-n tudod megnézni. Találkozunk egy hét múlva. Szia!